Idén első alkalommal kerül megrendezésre a Kisvirág gyermektábor mezőtúron. Honnan jött a tábor ötlete? A tábor ötletének az az előzménye, hogy a téli időszakban a Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület, illetve a városlakók, illetve más segítőkkel a téli szünetben 3 hétig sikerült egy élelmezési akciót csinálnunk gyerkőcök részére, rászoruló gyermekek részére, és ennek szántunk valamilyen folytatást, és mi lehet jobb folytatás mondjuk a nyári időszakban, mint egy ingyenes gyermektábor, szintén rászoruló gyermekek részére. Nagyon színes programokat sikerült összeállítani erre a hétre. A Mezőtúri Városi Televíziót is meglátogatják a gyerekek a mai napon. Emellett ezen kívül milyen programok voltak még? Sokféle programunk volt, ugye abból főzünk, ami van, tehát elsősorban a mezőtúri emberekre számítottunk, a mezőtúri cégekre, akik segítenek nekünk azzal, hogy egy délelőtöt, egy-egy órát ránk szánnak, és megmutatják az ő munkájukat. Az alapprogramunk az volt, hogy délutánonként mindig szerettünk volna a strandon lenni és fürödni, sajnos ez csak a hétfői napon jött össze, ez a nagy mennyiségű eső, ugye a strandolásunkat befolyásolta, de más színes programokkal is tudtuk helyettesíteni. Most éppen a Városi Televízió előadásán és interaktív foglalkozásán fogunk részt venni, de egyébként ezután a Pontrádióba megyünk, a hétfői napon, a keddi napon, szerdai napon voltunk a Túri Fazekas Múzeumban, voltunk az Evangélikus Egyház községnél, ahol megnézhettük a felújítás alatt álló templomot, fölmehettünk a Harangtoronyba, különböző foglalkozásokon vettünk részt, mozgásos gyakorlatok, énekeltünk, játszottunk akár a templomba, vagy a templomkertbe. Voltunk a könyvtárba, ahol szintén Németini Edit egy interaktív foglalkozást nyújtott nekünk. A tegnapi napon a tűzoltóságon kezdtük a napunkat, ahol úgy érkeztünk meg, hogy fölnyitották előttünk a tűzoltóság nagy kapuját, és rögtön lángolt egy tárcán mindenféle anyag, amit aztán ott eloltottak, és ez nagyon látványos volt, beülhettünk a tűzoltóautóba, és nagy szeretettel fogadtak minket. Ezután mentünk a rendőrségre. A rendőrségnél kerékpáros ügyességi versenyeink voltak, megnézhettük a kényszerítő eszközöket, persze az izgalmas fogdát, és beszélhettünk egy igazi rendőrrel. Tehát sok olyan programunk volt a héten, ami nagyon lekötötte a gyermekeket, és persze volt kézműveskedés, a könyvtárba krokodilt készítettünk, a Túri Fazekas Múzeumba kerámiázhattunk, különböző agyaggal kapcsolatos foglalkozáson vettünk részt. A holnapi napon, tehát a pénteki napon, ha az eső engedi, akkor a Mezőtúri Horgász Egyesülettel találkozunk a Ligeti tó partján, ahol először az élővilággal fogunk megismerkedni, illetve az itt élő halakkal. Pongrácz Zoltán elnök úr fogja bemutatni nekünk, utána pedig horgászni fogunk, amit pedig Veres Imre és a Pinki Horgászbolt nyújtott nekünk. Azt követően reméljük, hogy tudunk egy kicsit strandolni, utána pedig elmegyünk a Berettyóra hajókázni, és a végén egy táborzáró vacsoránk lesz. Ami nagyon fontos dolog, hogy az étkezésünket az intézmény ellátó biztosítja. Nagyon-nagyon finomakat kapunk, és nagyon sokan és jól laknak a gyerkőcök belőle, és rengeteg embernek az összefogásából jött létre ez a tábor, és a gyerekek a tábor minden pillanatát, minden szervezését megbecsülik, és nagyon jól érzik magukat, mi is, és nem tudok elég hálás lenni az iskoláknak, a pedagógusoknak, akik kísérnek minket, illetve a pedagógus asszisztenseknek, akik egész nap segítik a munkánkat, és így az eső miatt egy kicsit átszerveződött a délutánunk, de a Kossuth úti iskola befogadott minket, úgyhogy ott számítógépes programokkal, sportprogramokkal, kézműves programokkal töltjük el a délutáni időnket.